Sziasztok, én Arnyi vagyok, és üdvözöllek titeket. A mai részünk témája a let versus const. Méghozzá egy téfitet fogunk tisztázni, miszerint ha egy változót a const kulszóval jelentünk be, akkor a változóban tárolt adat nem változhat meg. Ez ebben a formában nem minden adat típusra igaz. Az, hogy a megfelelő magyarázattal tudjak nektek szolgálni, és 100 százalékig értsétek, mire is gondolt a költő, hoztam nektek pár példát. A példákkal párhuzamosan belevetjük magunkat a JavaScript memória menedzsmentjébe is, Méghozzá szó lesz arról, hogy hogyan is néz ki egy változó a memóriában, hogyan viselkedik a változó a memóriában, fogjuk érinteni az adattípusokat, pontosabban a primitív és a nem primitív, vagy referencia típusokat. fogunk beszélni a call stackről, illetve a heapről is, ha már memória van szó. Vágjunk is bele ezekbe a példákba. Először is létrehozok egy x változót. Mi történik ilyenkor? Az ötös értéket az egyenlősség operátorral hozzárendelem az x változóhoz, vagy x azonosítóhoz, ami lett típusú. És jelen esetben, ha lementem, akkor ő kírja azt az ötöt, amit hozzárendeltem az x-hez. A következő lépés, hogy ennek az x-nek az értékét megváltoztatom. Vagyis egyet hozzáadok az x-hez, és azt újból hozzárendelem az x-hez, ami jelen esetben 6 lesz. Ez nagyon is jól működik, mivel a let kulcs használtam, és ez engedi, hogy újból értéket rendeljek hozzá az azonosítóhoz, változóhoz. A következő lépés, hogy ugyanezt megpróbálom csinálni az y-ommal. Bejelentem az y-t, és itt most a konstant használtam, és a következő lépés, hogy ahhoz az y-hoz megpróbálok hozzárendelni 10 plusz 1-et például, ide írhatok y plusz 1-et is, és egyből kapom is a hiba üzenetet, mi szerint én megpróbáltam hozzárendelni egy új értéket a konstant változónhoz. De ha itt lemásolom ezt az y egyenlő 10-et, mivel lehet, hogy az a baj, hogy én egy új értéket akarok hozzárendelni ez az y -hoz. És ha most lementem, akkor ugyanazt a hibát kapom. A következő lépés, hogy ne csak ilyen primitív típusokra próbáljuk ki ezt a, ezt a konstansos történetet, hanem próbáljuk ki összetett vagy referencia típusokra. Itt is létrehoztam ezt a v-t, és most szeretnék a v-tömbömhöz, vektoromhoz egy új értéket hozzárendelni. Itt is hibát kapok. Ahhoz, hogy pontosan megértsük, minek is szól ez a hiba, nézzük meg, mi történik a memóriában. programozási nyelvtől függetlenül a memóriának van egy ilyen életciklus, a life cycle-je. Méghozzá, amikor létrehozunk egy változót, például a let cool szóval bejelentjük ezt az x-et, akkor helyet foglalunk neki a memóriában. Ha ugyanezt az x-et elküldjük egy függvénynek, akkor mi olvastunk a memóriából, és amikor már nem használjuk többet ezt az X-et, akkor a memóriából törölve lesz az úgynevezett garbage kollektornak köszönhetően. Mivel a JavaScript az egy ilyen high level programming language, és nem low-level programming language, mint például a C. Ezért nekünk nem igazán kell foglalkoznunk a memóriának a lefoglalásával, illetve a memóriának a felszabadításával. Ezt az egészet elintézi nekünk maga a JavaScript engine, vagy JavaScript motor. A következő lépés, hogy értsük meg, hogy is néz ki ez a változó a memóriában. Függetlenül attól, hogy let const vagy várral Jelentünk be egy változót, például az X-et, és hozzárendelünk egy értéket, ugyanaz fog lefolyni úgymond a memóriánkban. Méghozzá a memóriában helyet foglalunk egy értéknek. És ennek a memóriában két darab mezője van, egy cím és egy adat. A cím az egy ilyen random szám lesz, egy ilyen memóriacím. A mi példánkban egyszerűsítsük le 001-re. Az adat vagy az az adat lesz, amit hozzárendelünk a változónkhoz. Jogosan tehetjük fel magunknak a kérdés, mit is lát a program. Amikor mi ezt az x változót használjuk, például x plusz 1-et akarom leírni, vagy akarom megfejteni, akkor a programunk ebben az x-ben ezt a 001-et látja. És mi fog történni? Elmegy erre a memória címre, innen. Elkéri az adatot, a 15-öt, és utána hozzáad egyet, és úgy lesz 16 az eredmény. Mi történik akkor, amikor én egy ilyen kifejezést írok le, hogy x legyen egyenlő x plusz 1-el? Ez az x elmegy a memória címre, innen visszatéríti az adatot, ami 15 lesz, és ahhoz hozzáadja az egyet. Az egyenlőség operátorral én létrehozok egy új memória cellát. Ennek lesz egy új címe, a 002, illetve az új értéke, a 16. És ezt a memória címet, vagy memória cellát belehelyezem az X-be. És most jön a mi garbage collectorunk javascriptben vagyis a memória felszabadítás, mivel miután ez a folyamat megtörtént, már semmi sem mutat erre a címre, erre a memória címre, és ebben a pillanatban ez törölve lesz. Akkor, amikor egy konstans változót bejelentünk, akkor a mi változónkban egy memória cím van. Például ez a 003. És amikor mi akármilyen más értékadást próbálunk végezni, legyen az primitív vagy referencia típus, ez a konstans változó pont ezt nem engedi, hogy megváltozzon a memória cím. Viszont a referencia típusoknál léteznek különböző metódusok, amikkel mi tudjuk változtatni az adatot, anélkül, hogy ez a cím változna. És ezért lehetséges az, hogy például egy tömnek változtatgatjuk a hosszát úgy, hogy azt lényegében mi konstansnak jelentettük be. A következő lépésünk, ami kis példa fájlunkban, hogy ezt kikommenteljük, már is nem látszik egy hiba se, és most jöhet a push metódus, ha megnézitek itt a 31. soron, amikor a tömbünkhöz hozzáadunk még egy elemet. És ha most lementem, az a konstans tömb, mint ahogy az előbb a rajzban is mutattam, nem fog hibát adni. Ugyanúgy egy konstanson van, mivel ha megpróbálok most itt a, a V-hez egy értéket hozzáadni, vagy megváltoztatni az egyenlőség operátora ugyanúgy hibát fog kiadni. Viszont ezeket a több metódusokat nagyon is engedi, hogy használjuk. Mi a mi változóinkat és értékeinket előszeretettel hasonlítgatjuk össze. Újból kikommentelem ezt a több hozzáadást, és a következő lépés az az lesz, hogy bejelentek egy újabb változót, a C-t, és kísíratom ezt a C-t. Na most látszólag a vő értékeik megegyeznek, szóval egyenlőek. Ugyanúgy a nullás indexen egyesek vannak, az egyes indexen kettesek, a kettes indexen hármasok, és a háros indexen négyesek. A joga hihetnénk azt, hogyha az egyenlőség jelet használjuk, a három egyenlőt, ami a szigorú egyenlőség, akkor ez true-t ad. De nem, false ad. De ha megnézzük ezt a dupla egyenlőt, akkor is false ad. Ha két tömböt össze akarunk hasonlítani, akkor még használhatunk egy ilyen every metódust, amit én itt megírtam, ami lényegében végigmegy a tömbön, Vesz minden elemet és az aktuális indexet, és a másik tömbből folyamatosan hasonlítgatja össze. Ennek az every-nek az a fő tulajdonsága, hogy minden elemre igaz kell legyen az állítás, vagyis, hogy az aktuális V elem szigorúan egyenlő, szóval a típusában is megegyezik a C minden elemével, minden i-edik indexen lévő elemével. Vagy van egy nagyon egyszerű metódus, ami stringé alakítgatja a tömbünket, és akkor már két primitív típus tudunk összehasonlítani, és jelen esetben ez true fog nekünk visszatéríteni. Vagyis értékekben identikusak a tömbök, de valami okból kifolyólag, mégis a dupla vagy a tripla egyenlőség azt mondja nekem, hogy ezek nem egyenlőek. Vizsgáljuk ezt az egyenlőséget egy másik szempontból is. Például ezt a c most itt kikommentelem az egészet. Például itt létrehozok egy Z-t, ez lehet konstans vagy lehet, amivel belehelyezem a V-t. És ha megnézzük a V-t, akkor a Z-ben ugyanaz az érték van, mint a V-ben. És ha most itt logolom az ők összehasonlítását, akkor ez true fog visszaküldeni. De viszont van itt még egy dolog. Ha én változtatom ezt a V-met, Szóval azt mondtam, hogy a Z legyen egyenlő V-vel. Megváltoztatom a V-met, és most lementem, akkor ugyanúgy azt mondja nekem, hogy ez true, és a két értékem egyenlő. Pedig én a V-met megváltoztattam. Miért van ez? Ahhoz, hogy erre megtaláljuk a választ, újból vissza kell nyúlnunk a memóriához, és az ott lezajló folyamatokhoz. JavaScriptben az adattípusaink két nagy csoportra oszhatók. Vannak primitív típusok, illetve referencia típusok. A primitív típusaink azok a string, number, null, boolean, undefined és symbol. A referencia típusaink pedig az objektek, és az objekteknek egy ilyen al osztálya, vagy al típusa, az a tömb. Adattípustól függően a memóriában különböző helyeken vannak ezek eltárolva. Míg a primitív típusok és maguk a változók, azok az úgynevezett stackben vannak eltárolva, ez még call stack néven is fut a JavaScript-ben. A referencia típusok viszont a heap-ben vannak eltárolva. A referencia típusok miért pont a heap-ben és nem a stack-ben vannak eltárolva? A heap az egy ilyen dinamikusan növekedő úgymond memória hely. Ez azt jelenti, hogy a primitív típusoknak úgymond ki vannak maxolva, hogy ők mekkorák lehetnek viszont egy objectről vagy egy tömbről nem tudhatod, hogy mekkora adatmennyiség lesz. Mivel megesett az, hogy beolvasunk egy százzer vagy millió elemből álló tömböt, aminek minden eleme egy szám, vagy van egy változód ott a stackben, aminek szám van, és arról tudhatod, hogy mennyi az a maximumi érték, amit ő felvehet. És miért fontos az nekünk, hogy a változók is itt vannak ebben a stackben. Mivel amikor én létrehozok egy változót, akkor annak ott van a cím, illetve az adatmezője. Szándékosan nem töltöttem ki az adatmezőt, mivel hogyha mi egy referencia típust hozunk létre, ugyanúgy a stackben létrejön a változó, és annak lesz egy címmezője, és lesz egy heap címmezője, és ez annyit tesz, hogy ez rámutat a heapben Ugyanúgy egy ilyen memóriacellára, aminek a címe ez a heap cím, illetve itt lesz az adat, az a tömb a végtelen sok elemmel, vagy egy object végtelen sok uh, érték párral. Hogy az előző példából megmagyarázunk bizonyos dolgokat, főleg a tömbre vonatkozó dolgokat. Most vizuálisan fogok nektek ábrázolni pár változót és annak a működését. Először is, amikor létrehozunk egy primitív változót, legyen az let vagy const, my number, az annyit tesz, hogy itt a stackben létrejön ez a cím, ami a 001 lesz, és itt egy érték. De ugyanezt történik, hogyha egy stringet, bulint, vagy akármit létrehozok. Mi történik akkor, ha létrehozok egy myarray-t? Ő itt létrejön, itt lesz az ő címe, ami a 002, és ott, ahol az adatot tárolnám, ott lesz egy újabb cím, ami a 00H1, és ez ide mutat a hibbe egy új memóriacellára, aminek a címe ez a 00H1, és itt pedig lesz egy tömb az 1-2 értéke. Ha létrehozom a my-2-t, ami ugyanúgy rendelkezik egy ilyen címmel, akkor egy egy ilyen hip címmel, és ide is például belerakjuk ezt a 00H2-t, és ugyanúgy az értéke legyen egy 2 Amikor mi ezt a két elemet megpróbáltuk összehasonlítani, a triple egyenlőség jellel, mi történik? A MyArray elmegy erre a memória címre, és kiveszi ezt az értéket, ami a 00H1 lesz. A MyArray 2 elmegy erre a hármas memória címre, és kiveszi ezt az értéket. És mint látjátok, ez a két érték nem egyenlő egymással. Szóval tök normális volt az, hogy itt visszajött az, hogy false. Ez a két elem nem egyenlő egymással. Viszont amikor én létrehoztam, emlékezhettek, azt a bizonyos z elemet, ami egyenlő volt vével, vagyis a myArray 3 egyenlő Májörével, így jelentettem be, akkor itt a stackben létrejött egy új változó, ami a 004-es volt, és mivel egyenlővé tettem azzal, ami ebben a Májörében volt, ebben a simában, ezért ő ott az érték mezőn ugyanazt a címet tartalmazza. És ő most ide mutat erre az egy darab elemre amikor én például használtam a MyArray-n a push metódust, és hozzáadtam azt a 99-et, akkor mi történt? Nem ez a cím változott meg, ez a 00H1, hanem ennek a címnek a végén lévő adat. És mivel a MyArray 3 és a MyArray ugyanarra az adatra mutatnak a hibben, ezért nekik a referenciájukon keresztül megváltozott az értékük. És ezért van az, hogy miután megváltoztattam a V-met, vagy ezt a my array-met, azután is fennáll az egyenlőség ekközt a két elem közt. Sokkal átláthatóbb legyen ennek a z elemnek a változása. Itt most ki fogom nektek konszologolni ezt a z-t is pluszba. Ami annyit tesz, hogy lefutott a programunk, meg lett a v-nk, deklaráltuk a v-t, és utána a z-t egyenlővé tettük v-vel. És miután ehhez a v-hez hozzáadtuk azt a 99-et, érjön be azt is ide ebbe a konszolokba, miután hozzáadtuk azt a 99-et, azután a V-ink 1, 2, 3, 4, 99 lett, illetve a zénk is 1, 2, 3, 4, 99 lett. És mivel ők ugyanarra a memóriacellára mutatnak a hibben, ezért az értékük is egyenlő. És nem kell ilyen, ilyen, trükkös metódusokat írni, hogy összehasonlítsunk minden elemet. Van itt még egy érdekesség, amit elhoztam nektek, és az maga a call szól. Mi a JavaScript kódunkat tudjuk debuggingolni. És ha megnézitek, ez a full name függvény azt csinálja, hogy meghívja a first name, illetve a last name függvényt. A first name függvény visszatéríti az arnit, a last name függvény visszatéríti a webdevet, és úgy lesz ez az arni webdev szöveg. Mit a source ban ha rámegyünk az app-re, most nekem be kell zárni a konszolt, hogy lássatok is valamit, és ide tesszünk egy ilyen debugging pontot, és frissítem az oldalamat, akkor ti itt a call láthatjátok, hogy egy ilyen anonymous helyen van ez a kis kék nyilacska. Ha én az F9-et nyomogatom, vagy kattintgatok erre a stepre, akkor ő már is belép ebbe a full name be és ideugrik erre a return részre. láthatjátok, hogy most éppenséggel a full name functionbe vagyunk. A következő lépés, hogy meghívja a first name function -t. Közben itt a locale-nél láthattok még különböző érdekes dolgokat. A következő lépésre itt már meg is állapította a first name, mert a first en vagyunk, függvénynek a visszatérítendő értékét, vagyis az arny. A következő lépésben ő már vissza is küldte azt a az értéket, vagyis itt már arni van, és most jön a plusznak a következő része, vagyis a last name függvény. A last name függvényben vagyunk, és itt vagyunk a return-ön, és a következő lépés, hogy visszaküldi a webdev értéket. És itt a call a következő lépése el is fog tűnni, és már is a full name-nél vagyunk, és a full name a return értéke az az arni webdev. És ha nyomunk még egy next-et, akkor ő már itt lényegében végre is hajtotta ezt a visszatérítést, és ha megnézzük a konszolt, még nem iratta ki az arni webdevet, a következő lépés az az lesz, hogy megvan az értéke a full és kiíratja azt. Már látjátok, hogy a kurzor átugrott a 68-as sorba, itt is írja, hogy FGS 68-as sorában vagyunk, végzett a konszologgal, és kiíratta az Arni webdevet. Nagyjából ennyi lenne ez a konstansos memória használatos, stackes, és nem utolsó sorban hippes videó. Ha tetszett és még szeretnél hasonlókat, akkor dobj egy lájkot, like illetve még nem tetted meg, iratkozz fel a csatornára. Én Arni voltam, és találkozunk a következő videómban. További szép napot! Hello!